Szép jó estét! Nagyon-nagyon nagy, nagy szeretettel köszöntünk mindenkit, nyugodtan még akik most érkeztek, gyertek be! Olvasd velünk a Bibliát, 66. része. Elhiszitek ezt, hogy ez már a 66. alkalom? Hihetetlen! És mennyi van még hátra? Hát még van azért egy hátra, egy kevés. Szellemi harc 001. Egy ilyesmi témát nézünk ma, ugyanis lesz egy óriási belső, meg egy óriási külső harc is ma Mózes életében. Ebbe fogunk egy kicsit belenézni, de gyertek először imádkozunk, kérjük Istennek az áldását erre. Atyám, köszönjük a te beszédedet, köszönjük azt, hogy élő is ható, köszönjük azt, hogy szólni akarsz ma hozzánk. Nagyon hálásak vagyunk azért, hogy a te szavad az tiszta, az annyira egyenes, és szeretnénk korom ezt ma ilyennek meghagyni, nem akarjuk elferdíteni. Szeretnénk azt így olvasni, érteni, szívünkbe zárni és előre eldönteni, hogy amit megmutatsz nekünk, ahhoz ragaszkodunk, és ezt szeretnénk megcselekedni a saját életünkben, Jézus nevében. Amen. Egy héttel ezelőtt, hát emlékeztek, éhes emberekkel foglalkoztunk, akik teljesen kétségbe estek, és zúgolódni, lázadozni kezdtek azért, mert nincsen mit enni egy nagyon kemény leckét tanultak meg az Istennek a gondviseléséről, hogy az Isten megmutatta, hogy nem hagyja őket cserben, mindig lesz mit enni. És azt gondolnánk, hogy innentől kezdve soha többé azon nem fognak aggódni, hogy nincs mit enni. Ma azon fognak aggódni, hogy nincs mit inni. Tehát nem az ételen, az kipipáltuk, de most az ital és a víz, meg ezek, ezek kapcsolatban lesz majd nagy-nagy-nagy bonyodalom. De a mai rész mondhatni azt, hogy az egyik legizgalmasabb, ami eddig jön, mert a hívéletünknek két olyan részét fogja bemutatni, amivel mindenki fog tudni azonosulni. Ugyanis ez az egész minden, ami most történik itt a néppen, ahogyan kijöttek Egyiptomból, átmentek a Vörös tengeren is, egyik másik után jönnek a problémák, a kihívások, a küzdelmek, a harcok, ez kísértetiesen hasonlít arra, amit mi a saját életünkben megélünk. Ahogyan kijöttünk Egyiptomból, úgy mond, ami a bűnnek a jelképe, szakítottunk a régi élettel, átadtuk az életünket, átmentünk a vörös tengeren, megszabadultunk, még akár ott a víz, meg bemerítés, sok mindent bele lehetne érteni, és akkor jön a vándorlás, és ebben a vándorlásban aztán vannak ám kihívások rendesen. És a mai részben az a fantasztikus, hogy két olyan kihívás jön elénk, ami, ami nagyon-nagyon sok tanulságot hord, az a saját életünkben, hogy hogyan tudjuk ezt a vándorlást vagy egy földi mennyországán, vagy egy földi pokollá tenni a saját életünkben. Szóval, hol tettük le, ott tettük le a 16. fejezet végén a lantot, hogy Isten megmutatta a mannán keresztül, a fűrjeken keresztül, hogy ő naponként gondot visel az ő népéről, és ebben rengeteg Rengeteg tanulságot látunk akár a személyes csendességünkre, reggelente keresni az Istent, mielőtt még elolvadna a napnak a melegétől, és a többi, és a többi. Na de akkor most vegyük elő a 17. fejezetet. 17. fejezet első mondata így kezdődik. Ezután Izrael fiainak egész gyülekezete szint elindulva, táborhelyről táborhelyre haladt, az úr rendelkezése szerint majd tábort ütöttek Refidimben. De a népnek nem volt ivóvize. Ezért a nép perelni kezdett Mózessel, és azt mondták, adjatok nekünk vizet, hogy ihassunk. A Mózes azt felelte nekik, miért pereltek velem, miért kísértitek az urat? De a nép szomjazott, és így zúgolódott Mózes ellen. Miért hoztál ki minket Egyiptomból, hogy szomjúsággal ölj meg minket, gyermekeinket és jószágainkat? Ahogy most így olvassuk hétről hétre lehet benned is az van, hogy na nem áll gyerekek. Hát nem most éltétek át? Nem most olvastuk, hogy zúgolódtatok, ugyanezt csináltátok. Isten jött, megmutatta a csodáját, gondot viselt rólatok, és megtanultátok a leckét, nem? Hogyan lehet, hogy néhány óra, perc múlva kezditek ezt az egészet előről? Hát nem voltatok ott, kihajtátok az órát, vagy mi ez az egész? És megint mielőtt nagyon-nagyon lenéznénk ezeket az embereket, ha már jártál úgy valaha életedben, hogy aggódtál valamiért, egy vizsgáért, egy helyzetért, egy beszélgetésért, aggódtál, aggódtál, aggódtál az Isten, meg megnyugtatott, csodát tett, átvezetett rajta, majd három másodperc van, amikor rájtől, hogy jön a következő kihívás, újra elkezdtél aggódni, 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 akkor ha valaki olvasná a mi könyveinket, Barnabás könyvének második fejezetét, vagy második Barnabás könyve 15. fejezetét, és azt mondaná, hogy Barni nem már! Hát néhány perce értetted meg, hogy az Isten mennyire gondviselő, hűséges, nem. Most meg megint jön egy jó eddig az étel miatt, most meg akkor a víz miatt. Hát nem egyre megy, nem mind arról szól, hogy nem bízol az Istenben. Hát bízzál már benne. Szóval kívülről nézve ez mindig kicsit más, mint amikor benne vagy, ugye? Amikor benne vagy, akkor vannak azok a vakfoltok, amiket néha nem látunk az életünkben. És ezért néha jó odafigyelni a többiekre. Ezért is a gyülekezetnek ez egy óriási erőssége, hogy amikor mondjuk elkezdenél aggódni, zúgolódni az Isten ellen, akkor akik látják kívülről az életedet, és azt mondják, hogy figyelj már, ne kezd már ezt. Hát nem emlékszel, hogy Isten mit csinált veled tegnap, tegnap előtt, két hete, három hónapja? Tudod, mondtad azt a nagyon jó bizonyságtételt, amikor megosztottad ezt velem. Hát az most volt, nem emlékszel erre? És akkor ez jó ilyenkor, hogy, hogy akik kívülről látnak minket, olvassák kívülről a könyvünket, azok fel tudják nyitni a mi szemünket arra is, hogy ne felejtsük el az Istennek a hűségét. Ugyanis itt, ami történik, az nem annyira az ételről, és nem annyira a vízről szól, az Istennek a hűségéről szól a gondoskodásáról. És azért merem ezt mondani, mert egy kicsit most itt csalok és előre lapozok, akkor figyelj, mi van a hetedik versnek a végén. Hogy igen, igen, igen. És ezt mondták, vajon közöttünk van-e az Úr, vagy sem. Az egész igazából arról szólt, hogy most vajon tényleg itt van az Isten, vagy nem. Megtartja, amit ígért, hogy velünk lesz, vagy nem. Mert hogyha szilárdan tudod azt, hogy az Isten velem van, akkor igazából nem aggódsz az innivaló, meg az étel miatt. Akkor aggódsz ezek miatt, amikor megkérdőjeleződik benned, hogy Isten hűséges -e, megtartja az ígéretét, veled van-e. Amikor a gyerekek tudják, hogy velük vagyunk, mint apa, meg anya, nem szokták megnézni a villanyúra dobozt, nem nézik a gázfogyasztást a hónapban, nem aggódnak azon, hogy van -e elég kristálycukor a spájzba, ezen soha nem aggódnak. Mert tudják azt, hogy a apa meg anya van, akkor ezek a dolgok úgy vannak, ugye? Aztán megnőnek és rájönnek, hogy jobb volt gyereknek lenni, ugye? Nem kellett a, nem tudom, ezeket a különböző dolgokat tudják. Amikor viszont megkérdőjelezik azt, hogy olyan apa meg anya itt van, akkor elkezdenének azon aggódni, hogy ezzel mi lesz, az, mi lesz, amaz, mi lesz. És talán megértjük, hogy Jézus a hegyi beszéd, de miért mindent oda irányít, hogy tudja a ti mennyei atyátok, hogy nektek ezekre szükségetek van, ezért ne aggódjatok ezért. Viszont mi mindennek a végkimenetele, azt mondja Jézus, keressétek először az Istenek országát, az ő igazságát, és ezek mind ráadásul Megadatnak nektek. Szóval úgy látszik, hogy ez egészen az Új Szövetség elejétől az Új Szövetségig egy örök téma lesz. Istennek a hűsége, gondviselése, az életért való aggódás, félelmek, étel, ital, gondviselés, munka. De azt mondja az Isten, hogy keresd az én országomat, és minden más ráadásul megadatik neked. Mert én tudom, hogy erre neked szükséged van. Szóval visszajövünk akkor ide, tehát zúgolódik a nép, és a negyedik verstől olvassuk tovább. Mózes pedig így kiáltott az úrhoz. Mit cselekedjem ezzel a néppel? Kevés híja, hogy meg nem köveznek. Hűha. Hát ha valamikor nem akartál Mózes el helyet cserélni, akkor az megint egy olyan pillanat, ugye? Szóval ott van nem kis nép, nem öt emberről beszélünk, emlékszünk, hogy kettő, akár három millió emberről beszélünk, akik zúgolódnak, Mózes ellen mennek, és azt olvasjuk, hogy kevés híja, hogy meg nem ölik. Szóval képzeld el megint ezt a pillanatot, ahogyan Mózes azon gondolkodik, és lehet, hogy még kicsit úgy a botjára támaszkodva néz végig a népen, hogy olyan jó, hogy az Úr gondot visel. Ez a manna, én mi mindig nem bírom felfogni. Annyira hihetetlen, el sem hiszem, hogy az Isten így ekkora csodával határos módon gondot visel rólunk. A fűrjek, hát, hú, mikor ettünk mi utoljára ennyi húst. Fantasztikus az Isten, annyira jó, hogy vezet minket, és körbenéz az emberek követ ragadnak, és mindjárt megölik. Tehát képzeld el, hogy milyen lehetett ez. Itt csak megint zárója be, azért fogsz nagyon sokat olvasni a Bibliában arról, hogy követ ragadnak, és majdnem megköveznek valakit, mert egy olyan földrajzi térségről beszélünk, ahol mi van? Kő. Hol van kő? Mindenhol. Állandóan. Bárhova mész, mindig tökéletes helyszín volt egy kövezésre. Szóval ez csak egy ilyen kis zárójeles történet, hogy ezért lesz ez újra és újra mindig történet, hogy követ ragadtak, hogy megkövezzék. Szóval itt van tehát akkor Mózes, és felteszi az Istennek a kérdés, hogy Uram, mit kezdjek ezzel a néppel? Lehet, hogy ez egy olyan kérdés, ami néha bennünk is feljön, amikor munkatársaid, főnököd, beosztottaid, gyermekeid Tíniaid. Bárki valamit csinál, és az van benned, hogy nagyon bölcsen az Isten kiállt az, hogy Uram, mit kezdjek ezekkel? Mit kezdjek velük? Ez egy nagyon bölcs dolog. Figyel, mit mond neki az Úr. Az Úr azt mondta Mózesnek, menj végig a nép előtt, vegyél magad mellé néhány, néhány a vénei közül, a botodat is vett kezedbe. Ekkor lehetett az, hogy azt mondja Mózes, hogy jó. Egy rugóra jár az agyunk, Uram. <laughs> amelyel a folyóra sújtottál. Jó, és indulj el. Íme én odállok eléd a sziklára a hóreben. Sújtsa népre. Nem. Sújtsa sziklára, és víz jön majd ki belőle. Na, itt álljunk meg egy pillanatra. Szóval valószínűleg Mózesnek itt már lehettek volna a javaslatai, hogy mit lehetne, ha már a bot a kezébe. Emlékszünk, hogy azért elég meredek dolgok történtek, mikor ez a bot a kezébe került vérré vált a megjöttek a különböző csapások. Tehát amikor azt mondja az Úr, Mózes fog meg azt a botot, menjen nép elé. És a, lehet, hogy azt gondolta Mózes, hogy jön a 11-es csapás. Uram, őszintén, megértelek, megértelek, jöjjön. De azt mondja az Isten, hogy nem, most nem az fog történni talán, amire várhatna az ember, hanem egy egészen másfajta dolog. És ez, amit itt látunk, annyi előképet hordoz, amennyit most fel se fog tudni fogni a kicsi agyunk itt hagyjuk itt az újjunkat egy pillanatra, és menjünk el az egykorintus Korintus 10-hez, amikor nem is gondolnánk, hogy milyen erőteljes párhuzamok vannak nekünk ide elrejtve. 1 Korintus 10-hez, hogyha elrapozunk, akkor a Pálapostól egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon érdekes párhuzamat hoz nekünk, 1 Korintus 10 első versétől hadomassan nektek. Testvéreim, nem szeretném, ha nem tudnátok, hogy atyáink mindjárt a felhő alatt voltak, és mindjárt a tengerre mentek át, mindjárt a Mózesek keresztelkedtek meg a felhőben és a tengerben, és mindjárt ugyanazt a lelki eledeltették, és mindjárt ugyanazt a lelki italt itták, most figyelj, mert ittak a lelki kősziklából, mely követte őket, ez a kőszikla pedig Krisztus volt. De többségük elhullott a pusztában, mert Isten nem kedvelte őket. Mindez példa számunkra, hogy ne kívánjunk gonosz dolgokat, amint ők kívántak. És itt még elég sok minden előjön majd, de a kőszikla az egy nagyon erős képe lesz az új szövetségben majd, ahogy egyre jobban ki ez majd úgymond élesedni, Jézus Krisztusnak. Ő a kőszikla, Gondoljunk akár csak arra, amikor azt mondja Jézus, hogy az életet kétféleképpen lehet felépíteni, lehet építeni a homokra, de lehet építeni az életünket kősziklára. Melyik az az ember, ami kősziklára építi? Aki hallja a beszédeket, és, és meg is cselekszi. Szóval az, aki csak hallja, az olyan, mint aki a homokra, de aki meg is teszi, az a kősziklára. És amikor Jézus beszél Péterrel, Péter felismerő, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten szentje, akkor, akkor megint ott egy nagyon érdekes szójáték van, ugye a Petros, Petra, kő, kavics, amikor megérti azt Péter, hogy igazából ő egy kavics ebben a történetben, de ez a felismerés, amit megért az Istenből, hogy kicsoda Jézus, ez az a szikla, amire felépíti az Isten az egyházat. És itt megint azt látjuk, hogy egy érdekes dolog történik, fogja Múzes ezt a botot, és a bottal rá kell sújtson a sziklára. Pedig lehet, hogy a nép megérdemelte volna, hogy a bottal a népre sújtson le, de a sziklára kellett rásújtani, és jött az éltető víz a sziklából. Na most Jézus azt mondja, hogy aki szomjazik, az jöjjön én hozzám, és ugye így ég. Ahogy is a jelenés, is olvassuk ezt, hogy aki csak szomjazik, jöjjön én hozzám, és így ég. És Jézus azt mondja, amikor ott az ünnep nagy napján is feláll, hogy akik benne hisznek, azoknak belsejéből élő víznek folyamé fognak majd ömleni. Szóval Jézus ezt összeköti, hogy emlékszünk múlt hétről a János 6-ra, amikor Jézus elmondta, hogy én vagyok az a mennyei kenyér, ami ugye alászállott. Én vagyok az, a, az, ami itt a manna volt, de ő az igazi, ő a, a tökéletes. És ezért, aki nem eszi az ő testét, és nem iszi az ő vérét, az nem lehet az ő tanítványa. És most meg megértjük azt, hogy a kőszék az megint egy fantasztikus előképe Jézusnak, és hogyan jön belőle a víz? Mit kellett csinálni? a, a bottal rá kellett sújtania. És valami ilyesmi történik a kereszt, amikor ott van Jézus, és a bűnénk büntetése miatt, úgymond érzi jól, a bot rásújt, nem pedig ránk. Pedig megértenénk, hogy Mózes a bottal elveri a népet, ugye? Megérdemelték volna. De nem az történt, amit megérdemeltek volna, az ő zúgolódásuk miatt a sziklára kellett rásújtania. És ez megint egy nagyon érdekes előkép annak, amit Jézus tett. Hogy a kereszten ő fogadta a csapást értünk, de ezért tudta kimondani azt, hogy minden elvégeztetett. És ezért, aki Jézushoz megy, az élő vizet talál. Amikor Jézus a Samáriai asszonyjal beszélget a János 4-ben, megint egy ilyen érdekes beszélgetés, mikor mondja Jézus, hogy ha tudnád, hogy ki vagyok, akkor te kérnél tőlem vizet, és én adnék neked olyat, hogy soha többet ne szomjazd meg hát akkor ad nekem ezt a vizet, ugye, ne kelljen többet kijönnöm a kúthoz. Nem értette még ekkor a hölgy, hogy miről van szó, de aztán megértettem egy később, hogy ő a messiás, ő az, aki az élő vizet elhozza, aki a, a, friss vizet elhozza a népnek. Szóval most jöjjünk még ide egy kicsit vissza. Mózes úgy cselekedett Izrael véneinek szeme láttára. Kellettek a vének, kellettek a tanúk, hogy lássák mindazt, ami történik. Uh, és csak megint zárójelbe gondolj bele abba, hogyha most ezt uh, nem hívta volna oda a véneket, hanem múz, és oda megy egy sziklához, rácsap, akkor látta volna körülötte nem tudom, 50 ember, amennyiből 2 millióból, 3 millióból. Tehát kellett az, hogy ott legyenek a, a vének, a vezetők, akik majd körbe mennek és elmennek, hogy ott álltam, láttam, tudom, hogy mi történt. Azt a helyet Massának és Meribának nevezte Izrael fiainak perlekedése miatt, mert kísértették az urat, és azt mondták, vajon közöttünk van-e az úr, vagy sem. Ez a két szó, ez az, amit sejtesz is. sejtesz is. Az első azt jelenti, hogy kísérteni, perlekedni, a másik azt jelenti, hogy viszálykodni, vitatkozni. Ez jó lehetett, amikor Múzes ezeket elnevezte, nem? Szóval nem verte el a népet, de azért úgy jelezte nekik, hogy na akkor ez a hely. Ez a perlekedés, meg a viszálykodásnak két neve lesz most már, mert itt ez történt. De annyira csodálatos látni azt, hogy azért örülök, hogy mondatról mondatra haladunk a történetben, mert eddigre talán már megértettük volna azt, hogyha az következett volna, hogy Isten azt mondja, hogy oké, okay, két millióból marad 200 ember, akik nem zugolódtak. Az összes többiből elegem van. Én megértettem volna, nem? Mózes megértette volna valószínűleg. Áron megértette volna. És azt mondtuk volna, hogy hát semmi nem elég. A szemük láttára rongy, porigalázza Isten Egyiptomot. Az összes főisten megalázza. Ketté választ egy tengert. Majd átmennek a tengeren. És fűrjeket ad, hogy egyenek. Mannát, azt se tudták, hogy mi ez. Ezért mondják, hogy ez mi ez, ez mi ez kitalál Isten egy, egy merőben új dolgot, hogy ne éhezzenek. És ezek után is megállás nélkül zúgolódnak, pellekednek, viszálykodnak, zúgolódnak, lázadnak, pellekednek, viszálykodnak. Tehát itt már tényleg az lett volna, hogy azt mondjuk, hogy na jó, ez, ez már több a soknál, ez volt az utolsó csepp a póhárban, ott a pont az íre, meg minden. És ezt csak azért hozom nektek elé, mert amikor kérdezi valaki, hogy miért van az, hogy az Ószövetség Isten olyan törvénykező villámdobáló? Eddig én még nem találtam meg ezt a törvénykező villámdobáló Istent. Amit itt látok, az egy végtelen hosszú törő Isten, aki ha bár már itt teljesen megértenénk, hogy azt mondja, hogy Mózes, küldök egy update második csomag, felejtsd el, amit eddig mondtam, kezdjük újra. De mégis azt mondja, hogy Mózes, üs a sziklára ezzel a bottal. Na menjünk egy kicsit tovább, mert amit eddig láttunk, az egy belső konfliktus, az egy belső harc volt. Ez nem egy külső nép okozta, nem egy nem tudom támadás, nem a tatárok jöttek, hanem a nép magának okozta ezt a feszültséget és ezt a konfliktust. És ez azért nagyon tanulságos nekünk, mert az életünkben is többféle konfliktus helyzet van. Van a külső, amikor kívülről jön valami, ami megzavar minket, egy külső körülmény, valami történik, valaki betámad minket, stb. Van ilyen, viszont van a belső amit igazából magunknak okozunk. Na most az egy jó kérdés, hogy melyik van több az életünkben. Mert a második, a külső nem sokat tudunk általában változtatni. Azt nem mindig tudjuk befolyásolni, hogy milyen körülmények lesznek körülöttünk. A belsőért felelősek vagyunk, hogy mit okozunk magunknak. És emlékszünk arra például, hogy Jákob hozott rossz döntéseket élete során? <laughs> Jákú rengeteg rossz döntés hozott élete során. Amikor a Fáróval beszélget, emlékszünk még arra, hogy azt mondta, hogy életem, vagy vándorlásaim hossza rövid volt, 130 eszendő, tele, nehéz, rossz napokkal, ugye? Emlékszünk még erre, amikor mondta a Fárónak? Na most ezeknek a nehéz napoknak egy nagy részét ki okozta. Ő maga, Jákob magának, Jákobnak okozta ezeket. Nyilván volt egy másik része, ami, amit nem ő választott, azok ugyanúgy ott lettek volna. Szóval a belső konfliktusokat néha magunknak okozzuk, és, és magunknak okozunk ezzel fejfájásokat. Magunknak okozunk olyan helyzeteket, amiket elkerülhettünk volna. Viszont vannak külső támadások, és most egy ilyet fogunk nézni. A következő verstől úgy kezdődik a nyolcadik vers, Azután eljött a Málék, és hatakozott Izrael ellen refidimben. Na itt meg, mert ebben a mondatban annyi minden volt. A Málék, a málékiták, ez, ez egy nagyon különleges fosztogató nomád népcsoport volt, akikről azt tudjuk, hogy ha visszamegyünk a, oda, hogy honnan származnak ők, na mit gondolunk honnan származnak, Ébetővel kezdődik és zsau a vége. Ézsau remek, Ézsau vonalába jönnek, Elifázon keresztül származnak köz, az a málekíták. és nem sok mindent tudunk róluk eddig, innentől kezdve viszont nagyon sok mindent fogunk róluk tudni. Ugyanis ebben a térségben éltek ők, egy ilyen vándorló, fosztogató népcsoport volt, több más népnek a feljegyzéseiben is néha úgy hívják őket, hogy a fosztogatók. Tehát, hogy ők ebből éltek, mentek, fosztogattak, mentek, jöttek, ettek, elmentek, mindent csináltak. Nagyon tanulságos az, hogy ezt mikor csinálják. Mert itt azt olvassuk, hogy azután, miután, azután, hogy a nép újra meg újra mit csinált, zúgolódott, perlekedett, viszálykodtak, megosztást okoztak, ment a feszkó, ment az idegeskedés, ment a minden. Nagyon gyakran megfigyelhetjük ezt a Bibliában, hogy az ellenség kiszagolja a gyengeséget kiszagolja azt, amikor a lehető legrosszabb állapotban van a nép, és azt mondják, hogy hát most jött el az idő. Ha valamikor megtámadjuk ezeket, akkor az most lesz. Szóval amikor azt látják, hogy kijönnek, hála énekelnek, körtáncot járnak, és ilyen felhő, meg tűz, meg minden megy körülöttük, hát bolond lennél oda menni megtámadni őket, nem? Tehát, hogy tisztában vagy azzal, hogy fú, ezeket most hagyjuk békén. Aztán figyelik őket, Figyelik az zúgolódásaikat, figyelik ezt az egészet, és azt mondják, hogy na most jött el az idő. Most jött el az idő, hogy megtámadjuk őket. És van egy ellenség, aki ugyanígy figyeli az életedet. Lehetne sokkal jobb fej. És azt mondhatná az ellenség, hogy látom, hogy most olyan kis gyengusz vagy, mostában nem nagyon foglalkoztál az úrral, jól lefogytál lelkileg, alig táplálkoztál az igével, nincs most úgy szívem megtámadni, nem lenne fair play. Olyan jó lenne, az ellenség nem hogy azt mondja, hogy aj, drága szegény, most ha megtámadlak, olyan kis elesett vagy. Most hagylak egy kicsit erős, meg, hogy, 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 jobban bírd, és ne tudjalak legyőzni. Nem ilyen az ellenség. Sőt, az a amálekiták hihetetlen rafkósak voltak. Hagyjuk itt az újunkat egy pillanatra, és menjünk el az 5 5 Mózes 25-höz, és egy nagyon érdekes dolgot fogunk megtudni, Jóval késő van leírva, de egy jóval korábbi esemény, az 5 Mózes 25-ben, fogunk róluk egy érdekes dolgot megtudni, egy kis kiegészítés. A vándorlásuk kapcsán, 5 Mózes 25 17-ben, figyelt, hogy mit mond Isten róluk, 5 Mózes 25 17, emlékezzél meg arról, amit Amálék tett veled az úton, amikor kijöttetek Egyiptomból. Na figyelj, hogy mit tettek. Hogyan támadt rád az úton és verte meg a sereg utolsó részét, akik elelő, elerőtlenedve, hátra maradtak, mikor magad is fáradt és lankat voltál, az pedig nem félte az Istent. Hoppá, miket csináltak ezek? Hát most tudjuk meg. Azt csinálták, hogy mikor ment a nép, akik hátra maradtak, lemaradtak, erőtlenek voltak, nem mentek, nem vették fel a mozgást, és, és elszélettek. Azt mondta Amálék, hogy ez ám egy könnyű préda, és rájuk támadt. Hát ez megint mindenki az előképe. Pontosan annak, amit az ördög csinál. Amikor egy oroszlán kimegy a szavannára, és keresi az ebédjét, és lát egy óriási csordát, hát ostoba lenne belemenni a csorda közepére. Úgy is tudja, mi történik. Elszaladnak, erősek, ő egy macska. A macska milyen? Macska alapjában véve egy lus, lusta lény. Most bocsánat, ha macska tulajdonosokat megbántottam, valakik már így mutogatnak nekem. A macska egy, mondjuk akkor az, hogy egy kényelmes, egy komfortot szerető lény, ezért ő nem akar órákon keresztül rohangászni a szavannán. Ő nem akar egy életerűs gazellát üldözni kilométereken keresztül. Körbe-körbe sétálgat, settenkedik és keresi mit? az elkóboroltat, a gyengét, a sérültet. Ha ilyet talál, amíg le van válva a magról, azt mondja, hogy fiúk, megvan az ebéd. Ugyanezt csinál az ördög, amikor azt olvassuk róla, hogy szerte jár, keres, hogy kit nyeljen el. A szerte jár, az pontosan ez, amit csinál a szavannán egy ilyen, egy ilyen vadmacska, vagy bármelyik ragadozó. Szerte jár, keresi azt, a gyengét, az elkóboroltat, aki egyedül van. Megint eljutunk oda, hogy mennyire fontos az, hogy benne legyél a magba, a gyülekezetbe. Benne legyél egy közösségbe, egy csoportba, házi csoporba, szolgálók között. Legyél benne ott, ahol emberek körülötted gyakorolják a hitet, figyelnek rá, te figyelsz rájuk, beszélgettek, Imádkozzak egymásért. Óriási ennek a jelentősége, mert azt olvassuk, hogy akik lemaradtak, hátra maradtak, akik elszélettek, továbbra is nagyjából mentek az irányba, nem? Nem volt nehéz követni két millió embert őszintén. Nem kell nyomolvasónak lenne, hogy na, itt vajon merre fordultak. Tehát így láttad, hogy így rommá van taposa minden, arra ment a nép, akkor megyünk utánuk szép lassan. Csak lemaradtak. És ezért fontos az, hogy legyél ott. Menjél, vegyél részt, keresd, legyél jelen aktívan a dolgokban. És nem azért, mert ez egy jó pont, mert ettől fog Isten szeretni, nem. Hanem azért, mert van egy ellenség, akinek könnyű célpont leszel ilyenkor egyedül de amikor ott vagy bánt a nép közepében, akkor tudod az, hogy, hogy összezár a csapat, hogy, hogy szeretjük egymást, harcolunk egymásért. Ez nagyon-nagyon-nagyon nagyon fontos. Szóval ezt tették az amálekiták, így vadásztak először is ugye, azokra, akik lemaradtak, de most már nem elégettek meg ennyivel. Azt mondták, hogy oké, okay, itt a körbe zárták már őket, akik így lemaradtak, azokat már elkapdosták, de most azt olvassuk, hogy egy támadást indítanak, és hol hagytuk abba, menjünk vissza ide a 17. fejezethez, ugye? A 8. verset olvastuk, ugye? És a 9-es így folytatódik, hogy Mózes azt mondta józsué -nak. Itt megint megállok azért, mert valaki először szerepel ebben a mondatban. Józsué! Itt szerepel először a Bibliádban Józsué, aki nem utoljára fog szerepelni, mert nem sokára Mózes után következik majd. Józsué könyve, ő lesz az, aki majd tovább viszi a stafétabotot Mózes után. De már látod azt, hogy nem véletlenszerűen került ő be a, a vezetésbe, hanem ott volt, hűséges volt, és ezt majd látni fogjuk többször is az életében. Szóval, válasz ki nekünk férfiakat is mennyel, ütközzél meg a mállékkal. Holnap a halom tetejére állok, és Isten botja a kezembe lesz. Józsué úgy cselekedett, ahogy Mózes mondta neki. Megütközött a málikkal. Mózes és Áron és Húr pedig fölment a halom tetejére. Na itt megint egy kicsit azért értsük meg, hogy mi történik. Az történik, hogy Mózes azt mondja, hogy figyelj, Józsué, válasz embereket, menjetek le, meg fogtok ütközni, én pedig felmegyek a halom tetejére. Ha Józsué helyébe lettem volna, mit gondoltok, mi lett volna az első érzésem, gondolatom? Cseréljünk helyet. Múzes, én szívesen felmegyek a halom tetejére, jó? Te menjél le oda, ütközzél csak meg, harcoljál ügyesen, én majd ott fentről nézlek. Ha ez, ez fontos dolog, én átvállalom Múzes. Én szívesen felmegyek helyetted a legmagasabb hegy tetejére, jó messzire. Nagyon messze lennénk az igazságtól, hogyha ha ezt gondolnánk, hogy ez volt ennek a célja, hogy Mózes félti az életét. Egyáltalán nem erről van szó. Ez nem olyan, mint mondjuk régen a nagy, nem tudom, csatározások, amikor lent ment a völgyben a csata, és a nemesek, a vezetők, a parancsnokok pedig ilyen kis piknikkel, meg ilyen kis távol néző távcsövekkel nézték, hogy éppen, hogy haldoklik a, a, tömeg, és melyik csata, vagy melyik sereg áll győzelemre. Itt nem erről volt szó. Itt arról volt szó, hogy Isten egy nagyon erőteljes, Előképhet nekünk arról, hogy mit is jelent az, amikor valami történik lenne a völgyben, de valami történik fenn egy hegy tetején. Mit jelent az, amikor valami történik fizikai síkon, és valami történik a térdeinken, az imáinkon, egy szellemi téren. Ugyanis előre küldi ugye Józsuékat, és uh, itt megint ugye itt van Mózes Áron és Húr, hát ő eddig nem nagyon szerepelt, Zsidó hagyományok szerint, meg Józsefusz Flávius szerint is, ő jó esélye lehetett a férje. Mások szerint a fia. Maradjunk annyiban, hogy rokon. Jó. Szóval egy rokon. És nézd, mi történt. 11-es vers. És az történt, hogy amikor Mózes fölemelte a kezét, Izrael győzött. Amikor pedig leeresztette a kezét, Amálik győzött. Ezért, amikor Mózes keze elnehezedett, követ hoztak alája, tették, hogy arra üljön, Áron és húr pedig tartottak kezeit egyiket az egyik, másikat a másik, fölemelve maradt keze naplementéig. Egy nagyon érdekes dolog történt. Múzes fogja ezt a botot, ugye felemeli, és általában úgy ábrázolják, hogy nem, nem így emelte a botot, hanem így emelte fel a botot. Ennek majd a végén elmondom, hogy miért van jelentősége. És ahogy így felemeli ezt a botot, az történik, hogy amíg fel van emelve a keze, addig az van, hogy len, lenéz, és azt látja, hogy zseniálisan halad minden, győzelem lesz. Aztán így engedi le fel a kezeit, is, azt hisz észre, hogy a csapat kezd kétségbe esni, kezdenek visszavonulni, ho, -ho, -ho, -ho emeljük fel magasra, és akkor megint, megint minden kezd helyreállni. Minek az előképe ez? Hát ez nagyjából az ima élet. Ugyanis nagyon sok párhuzamot látunk. Az egyik az, hogy amikor elkezdesz imádkozni, akkor ez nem azt jelenti, hogy nem kezdesz semmit egy helyzettel hogy amikor szíved szerint rohannál le a völgybe, és fognád meg a kardot, hogy valamit csinálj a csata győzelméért, akkor néha rá kell jönnöd arra, hogy nem minden a völgyben dőlik el, ami a völgyben történik. Nagyon sok minden fenn a hegyen történik. Például a Skót ébredésről hadoztak meg veletek egy nagyon érdekes történetet. Írtak olyan prédikátorokról, akik Mondjuk azt, hogy szónoklatamból nem sokra vitték volna az iskolában. Szóval feljegyezték róluk, hogy borzasztó, unott, lassú, monoton hangon olvasták fel azt a jegyzetet, amit leírtak maguknak, így kb. pár centiméter az óruktól tartva a papírt, első szótól az utolsóig. Szóval amikor ezt így, Leültél és elkezdted hallgatni, az első érzésed az volt, hogy ugye ez lesz ma végig. Ugye Viszont egy érdekes dolgot is leírtak róluk, hogy azon túl, hogy ez a barátunk nem volt a szónoklat annak a győztese, valamiben élen járt. És azt lehetett róla tudni, hogy amikor nem éppen dolgozott valahol, és nem aludt, akkor imádkozott. A nadrágjai ki voltak szakadva, és volt olyan, hogy egy-egy ilyen evangelizáció előtt heteket könyörgött, éjszakákon, reggeleken az úr előtt ott volt, és egy döbbenetes dolog történt. Amikor felolvasta ezeket az előre leírt, monoton, mindenféle, nem tudom, érzéki stílus nélkül előadott beszédeket, addigra az emberek könnyeiktől áztatva, térdeltek, és mind jöttek az úr elé. Döbbenetes volt számomra beleolvasni egy-egy ilyen tanításába, és az volt bennem, hogy igazából, nem tudom, nem, nem írt rosszakat, de hogy erre megtért ennyi ember. És akkor megérted azt, hogy nem biztos, hogy az volt nagyon látványos, amit a völgybe csinált ez az ember, de azt tudod, hogy nagyon sokat időzött fenn a helyen. Szóval, amikor imádkozol, akkor megérted azt, hogy néha jobban hozzá tudsz tenni a völgyben levő dolgokhoz, mint ha éppen a völgyben szaladgálnál. Ez nem azt jelenti, hogy nem kell lemenned néha a völgyben, és ott lenned, és tenni aktívan, amit meg tudsz tenni, de azt mondta egyszer valaki, hogy imádkozz úgy, mint, hogy a minden Istenem múlna, de aztán tedd úgy a dolgokat, mintha minden rajtad múlna. Tehát, hogy, hogy ne, ne, egy kibúvó legyen, hogy nem csak semmit, mert én csak imádkozok, de, de nem szabad elhagynod az imádságot, mert az mindennek az alapja. Attól függ a csata kimenetele ez az első párhuzam. A második párhuzam, ami miatt azt mondhatjuk, hogy ez egy nagyon jó kép az imádkozásról, hogy mi történt Mózes kezével rövid időn belül, elfáradt. Ha már valaha imádkoztál valamiért hosszú időn keresztül, akkor ezt tapasztaltad, nem? Hogy elfáradtál. Belefáradtál. Van-e értelme, uram, folytassam? Ah, imádkozzak érte megint, vagy nem is. És, és amikor úgy belefáradnál az imádkozásba, akkor ez egy nagyon-nagyon jó kép ahogy ott van Mózes, felemeli a kezét, jönne le a keze, de odállnak mellé ketten, és emelik az ő kezét. Ez megint annak a jele, amikor mondjuk bevonsz másokat a saját harcédbe, és azt mondod, hogy figyelj, tudnál velem ezért imádkozni. Kicsit már belefáradtam ebbe, vagy tudod, van ez a nehéz helyzet a házasságomban, is, és elfogytam, de kérlek, gyere, és, és, mit szólnál, ha a hétfő esténként, nem tudom, együtt imádkoznánk egy negyed óra, jó? Mindig ugyanakkor feljük egymás, imádkozunk együtt, tartsátok a kezemet, mert már nem bírom feltartani. És odaállt mellé ez a két ember, és azt olvassuk, hogy egész estig ott tartották. Hát én nem tudom, hogy mennyi vér maradt Mózes kezében a végére. Én nem tudom, hogy mennyi ideig zsibbat utána a kezem, mikor végre leengedte. De azt tudjuk, hogy egy győzelem lett ebből. És van itt még néhány nagyon érdekes dolog, gyertek, olvassuk tovább. Uh, igen, fölemelve maradt kezen naplementék, Józsué pedig leverte Amálékot és népét fegyver élével. Azt mondta az úr Mózesnek, írd meg ezt emlékezetül egy könyvbe, és add tudtára Józsuének, hogy minden estől eltölöm Amálék emlékezetét az ég alól. Na most ez megint azért nagyon érdekes, mert most olvasunk először arról, hogy miért olvashatunk ezekről, amikről eddig olvastunk. Ugyanis Isten konkrétan mondta Mózesnek, hogy <coughs> írd le ezeket a dolgokat egy könyvbe. Adod a Józsefnek, mert szüksége lesz rá. Aztán megint hagyjuk itt egy kicsit az újunkat, és menjünk el a 4 Mózes 32 be vagy 33-ba. Várjátok, mindjárt kiderül. Ahol egy nagyon hasonló dolgot fogunk látni. 4 Mózes 33 lesz ez, igen. A 4 Mózes 33, Második mondata azt mondja, Mózes ugyanis az úr parancsára följegyezte indulásukat táborhegyeikről. És akkor szépen fel van sorolva minden. Szóval ezt csak azért olvasom, hogy Istennek volt erre egy kérés a Mózesnek, hogy Mózes írd le ezeket a dolgokat. Nagyon hálásak lehetünk, mert így a Bibliánk elején van olyan, hogy Mózes első, második, harmadik, ötödik könyve. Szóval ezért nem csak Józsué olvashat, eh, olvashatta el ezeket, hanem nekünk is ezek leírattak a mi épülésünkre, hogy értsük ezt az egészet. Ez az egyik. A másik, ami nagyon érdekes, hogy azt mondja az Isten, hogy minden estől a Amálék emlékezetét az ég alól. Na, itt egy kicsit rakjuk helyről, mi történik utána ezzel a néppel, az amálekitákkal. Szóval, hogy visszamegyünk, honnan is ered az ő törzsük, kitől? Ézsau. Emlékszünk még arra, elég rég volt, de nem is annyira rég, Ézsau meg Jákob, ugye? Ézsó hozta, melyik vonalat, azt az igazi testi vonalat nem. Éhes vagyok, Adj nem. Ide adod érte cserébe a elsőszülöttségi jogod és az áldásokat? Értek el is engem az adj enni. Szóval ő hozta ezt a vonalat, ami a testi vonal. Amit a test akar, azt most akarja, kit érdekel a lelki áldás, meg stb. Én most ember, férfi, hús, enni, stb. 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 stb ő hozta ezt a vonalat, és úgy látszik, hogy a Bibliában ez nem csak Ézsóról és Jákobról szól, hanem mintha a két természet, a test és a lélek, a szellem, ami viaskodik egymás ellen. És látjuk ezt majd később is a népek között. De ami itt történik, az egy nagyon jó előképe annak, amin keresztül megérthetjük egy kicsit, hogy ez az egész Amálek itt a dolog, ez miért volt ennyire fontos az Istennek. Szóval, amikor Amáléknak a neve előkerül, mindig azt fogod olvasni, hogy azért jött, hogy elpusztítsa Isten népét, tönkretegye. Fogunk még velük egy jó néhányszor találkozni. Most csak úgy fel-fel uh, hozok néhány kis buborékot, hogy, hogy megértsük ezt az egész történetet. Fogják még megkeseríteni az Isten népének az életét. Uh, például nagyon-nagyon fontos szerepük lesz Saul bukásában. Amikor ugyanis az 1 Samuel 15-ben azt olvasott, hogy Isten azt kéri Saultól, hogy menj el és írsz ki ezt a népet mindenestül. Írd ki a királyát is, mindenét, jószágokat, mindent. Majd Saul, de lapozunk oda, jó? Csak azért, hogy, hogy tudjuk ott követni az eseményeket. Egy Samuel 15-ben van ez megírva ez a történet. Amikor Saul elkezd engedelmeskedni, félig az Istennek, akkor azt olvasod a 9. versben, egy Samuel 15.9. Saul és népe azonban megkímélte Agágot, és a jóoknak, marháknak a javát, azaz az a másod elésüket és a bárányokat. Szóval nem tette meg, amit az Isten kért tőle, és itt olvasod azt a tizedik versben, hogy akkor így szólt az úr Sámuelhez, megbántam, hogy királyát tettem Sault. Szóval Saul engedetlensége itt betetőzött. Jön majd ugye a próféta, Saul büszkén mondja, hogy megcsináltam mindent, aztán be, be, mi ez a béget, és honnan jön ez a hang? És akkor hát, hát, az van, tudod, hogy hát én arra gondoltam, hogy akkor áldozat, meg minden, meg stb., meg agág, meg minden is. Szóval Saulnak ki kellett volna érteni ezt a népet, nem tette meg. Azt mondhatnánk, hogy miért olyan nagy dolog ez? Hát ott vannak a népek, nem ölte meg őket teljesen, csak nem fognak már annyi bajt okozni. Emlékszünk arra, hogy nemrég foglalkoztunk Dávid életének egy különös fejezetével, amikor kifosztották a táborukat, elvitték a feleségeit, gyerekeit. Kik voltak azok? Az a Málekíták? Hoppá, hát ők voltak azok. Szóval, hogy a Saul kiirtotta volna őket, akkor Dávid életének ez a nagyon súlyos, sötét fejezete nem jött volna el. De még, hogy egy kicsit jobban megkapaszkodjunk, menjünk el Eszter könyvéig, és egy érdekes dolgot lehet ott megfigyelni Eszter könyvében. Ha elmegyünk az Eszter könyvének harmadik fejezetébe, igen. Az Ester könyvének harmadik fejezetében, hogyha még Eszter könyv annyira nem ismerős nekünk, arról szól ez az egész könyv, hogy Isten hogyan fogja felszállni Eszter királynőt, egy zsidó lányt arra, hogy megállítsa azt, amit egy nagyon gonosz ember Hámán tervez, hogy kírtsa az összes zsidót. És egy nagyon konkrét terve van, megölni az összeset, és Isten hogyan fogja ebben Esztert felhasználni. Fia a harmadik fejezet így kezdődik. Ezek után a hasvéros király nagy méltóságra emelte az agági Hámánt. Mit tudunk meg erről a Hámáról? Milyen volt ő? Agág. Ez a szó hogy Agág már elhangzott. Ki volt ez az Agág? Amárék király volt Agák, szóval, úgy látszik, hogy ennek a szálnak van egy következménye. Hogyha Saul megtette valamit Isten kért tőle, Dávid nem jött volna olyan helyzetbe, amilyen helyzetbe jött, Eszter nem jött volna olyan helyzetbe, amilyen helyzetbe jött. És itt egy pillanatra azért gondolkodjunk el azon, hogy mekkora súlya van az engedelmességnek. Amikor azt mondja majd Isten, hogy netán többet ér az áldozat, mint az engedelmesség, akkor megérteti Saula, hogy, hogy az engedelmesség az nem játék. Ha én kértem tőled valamit, akkor kimagyarázhatsz -e, nekem itt ezer dolgot, de én tőled kértem valamit. És amért azt most nem tetted meg, ezért ennek a döntésednek visszhangozni fog a következmény a következő, a következő, a következő, és a következő nemzetékekben. Elképesztő. Isten jósága az, hogy ezt majd felhasználja Dávid életében. Emlékszünk, hogy mit csinált Dávid, mikor teljesen padlót fogott. Mi volt a következő mondat? Ekkor Dávid viszont megerősítette magát az úrban. Felállt és azt mondta, hogy oké, menjünk, hozzuk őket vissza, harcoljunk. És mi történt? Mentek, harcoltak, visszahosszák őket. Hatalmas győzelem lett belőle felhasználta az Esztert, aki rájött arra, hogy nem pont ezért az óráért vagyok én itt, ahol. Nem pont erre akar engem Isten használni. Ha elveszek, hát veszek el. Szóval, hogy nagyon-nagyon fantasztikus történetek lettek ebből, ugye? Elképesztő, hogy Isten ezeket felhasználta, hogy Dávid és Eszter életébe. De ezeket meg lehetett volna spórolni csupán azzal, hogy a Saul engedelmes lett volna. Lehet, hogy egy kicsit most rövidebb lenne a Bibliád. Lehet, hogy néhány nagy krízist ezek nem éltek volna át. És ez egy nagy tanulság ilyenkor nekünk, hogy amikor Isten valamit a szívünkre helyez, akkor mi az, amit elvár tőlünk? Engedelmesség. Engedelmesség. Azt mondja Jézus, mert ha azt mondhatja, hogy ó, ez egy ilyen ószövetségi rémisztő szó, azt mondja Jézus, ha szerettek engem, ki tudja folytatni az én parancsolataimat, megtartjátok. A szeretet és az engedelmesség az nem két ellentmondó dolog, hogy én szeretem Jézus, de az engedelmesség az ilyen ódivatú, jaj, az ami, mint a katonaság, meg nem tudom. Ha szereted az Istent, akkor a legnagyobb szeretetből akarsz neki engedelmeskedni. Mert a parancsolatait nem tehernek fogod látni, hanem azt mondod, hogy ez boldogító. Ez, ez az, amit akarok csinálni, amit Isten kér az életemre, ez a legjobb, ami történhet velem. Amikor viszont engedetlenségben járok, akkor ez fontos megérteni, hogy van bűnbocsánat. Hogy ne lenne? Van kegyelem. Hogy ne lenne? Van következménye? Hogy ne lenne? Szóval ezt azért néha jó egy kicsit magunkba tudatosítani, hogy szabad, mi, mindenre szabad vagyok, nem? Persze. Minden szabad nekem. Hogy ne? De nem minden használ. És attól, hogy elkövetek egy nagyon rossz döntést, attól az Isten ugyanúgy szeret, megbocsát nekem, helyreállít, van bűnbocsánat, van kegyelem, de annak a bűnönnek a következményét lehet, hogy sokan fogják majd még látni. És ez nem egy ilyen rémisztés, ez csak például Saulnak a példája. Hogy neki ott meg kellett volna húzni egy vonalat, és majd nagyon-nagyon-nagyon későn, talán ezékiásnál fogjuk azt olvasni, hogy végleg leszámolnak az a málekitákkal, Aminek már jóval hamarabb meg kellett volna történnie, de nem történt meg. Szóval arra bátorítlak, hogy Isten valamire elhív, akkor abba legyél száz százalékig engedelmes. Saul azzal próbált azzal próbálta palástolni magát, hogy ő azért többé-kevésbé engedelmes volt, nem? De a többé-kevésbé engedelmesség az egyenlő az engedetlenséggel. És ez az, amit ő nehezen értett meg. Hogy a majdnem teljesen megtettem, amit kért tőlem Isten, az az, hogy nem tettem meg, amit kért tőlem Isten. És szeretnélek erre bátorítani, hogy amire Isten téged elhívasz, abban legyél hűséges. És értsd meg azt, hogy az engedelmesség az az a hitlépés, ahol elkezdenek működni az Isten dolgai. Nem az elméletekben, nem a teóriákban, hanem amikor elkezdek engedelmeskedni annak, amit az Isten mond nekem. És ez viszont egy jó hír is, amit most meglátunk, hogy előtted levő emberek, szüleid, nagyszüleid engedetlensége miatt lehet, hogy te kerülhetsz nehéz helyzetekbe, mint hogy például Eszter nehéz helyzetbe került Saul engedetlensége miatt, de ezt a réletének legnagyobb győzelmei mégis itt történnek. Szóval nem kell, hogy a korábbi nemzedékek engedetlenségét téged tegyen. Ezt ha nem kellett elbukni ebben. Ő ott a helyén volt, és Isten használta őt abban, hogy helyre jöjjön egy olyan dolog, amit réges-régen meg kellett volna tenni. Na, jöjjünk ide, mert még itt a számban valami. 15. vers, még 2. Mózes 17-ből. Ekkor Mózes oltárt épített, és így nevezte el az úr az én zászlom talán egy kicsit helyesebb kifejezés, hogy úgy fordítjuk, hogy hadi jelvényem. Ugyanis hogyan ide ez a történethez? Úgy, hogy ezért mondom én azt, meg talán a legtöbb szakértő is, hogy Mózes valószínűleg itt tartotta a kezeit, a hosszú botját magasra emelve, úgy, mint egy ilyen harci lobogót, mint, egy, mint már csak tényleg a tetejéről egy kis, nem tudom, zászló hiányzott volna. És a nép, amikor oda nézett, látták a magasba emelve. És megértették azt, hogy az Úr az én hadi jelvényem. Nem az a bot, Mózesnek a botja az nem egy varázsbot volt, az egy egyszerű bot. Egy borzasztó egyszerű bot volt. Onnan tudjuk, hogy hogy került ez bele a történetbe? Úgyhogy Isten megkérdezte Mózestől, hogy mi van a kezedben. És Mózes azt mondta, hogy egy bot. Egy bot. És nem olvasunk kódákat arról, hogy hogyan érkezett ez a bot a mennyből, hogyan csapódott be, ilyen meteoritként, meg Mózes megtalált, és csak ő tudta kiúzni a semmi semmilyen. Az egy egyszerű bot. De mégis ez a bot szimbolizálta Istennek a jelenlétét, az ő erejét, a nép életében. És akkor látták ezt a botot, akkor tudták azt, hogy az Úr velünk van. Ő a ő olyan mi zásznunk, ő a mi hadijelvényünk. Ő az, aki miatt mi előre megyünk, és nem hátrálunk meg, pedig jön az ellenség. És az a amálekiták eddigre már elég jó rutinra tettek szert a fosztogatásban. Ez volt a szakterületük. A zsidóknak ez volt az első komoly katonai konfliktusuk. Tehát mondhatni azt, hogy jó nagy minusszal néztek szembe, de ránéztek és azt látták, hogy az óra mi hadi ő az, aki megy előttünk. És egy érdekes dolog, hogy nekik itt most harcolni kellett. És lehet, hogy egy csomóan meglepődtek, hogy hol van a tűzoszlop, hol van a felhőoszlop. Miért nem jönnek a csapások? Miért nem jön az öldöklő angyal? Most, most tényleg mit csináljuk? Szóval Isten elkezdi őket arra vezetni, hogy most, most, ti fogjátok ezt csinálni. Én megadom, hogy győzzetek, de eddig azt mindig csak tátott szájjal nézzétek, hogy én mit csinálok. Most meg kell harcolni a harcokat. És Miért mondom ezt? Figyeld a következőt. Ekkor Mózes oltárt épített, és így nevezte el az Úr az én zászlom, és így szólt, megesküdött az Úr, hogy harca lesz Amálék ellen nemzedékről nemzedékre kicsit ez előre jelzi az amálekitáknak a sorsát, de talán ez kicsit a mi életünkre is egy üzenet. Amíg a nép Egyiptomban volt, volt harcuk a Nem. Élték a sima életet, nem? Amíg az ember a világban él teljesen. Úgy tűnik, mintha ilyen ellenállás nélkül lenne az élet, nem? Éled az életedet, megbánás nélkül. Rabja vagy ezer dolognak, de nem akarsz belőlük szabadulni, hogy el vagy, stb. Amikor kijössz Egyiptomból, átadod az életedet az Istennek. Megérzed azt, megtapasztalod azt, hogy kezd kijönni belőled ez az Egyiptom már, és szabad vagy, és Krisztus megváltott, és hallelúja, és mész előre, és akkor fogsz azzal szembesülni, hogy belép az életedben egy furcsa harc. Amiről azt mondja Pálapostól, hogy a hús, test és a szellem ezek mit csinálnak? Viaskodnak egymással, harcolnak egymással. Hogy ne azt tegyétek, amit kell. Ezért azt mondja Pál, hogy ezért mi mit csinálunk a testünkkel? Megöldököljük azt. Sőt, Pál Apostol olyat mond, hogy szolgává teszem. Sőt, ha ez még nem lenne elég, azt mondja Pál, hogy oda viszem a kereszthez. Miért viszem oda a testemet a kereszthez? Mert én keresztre vagyok feszítve a világ számára és a világi számomra is. És szolgálvát teszem a testemet, hogy ne azt tegyem, amit akar. Ne annak a kívánságit teljesítsem, hanem az Istennek a szellemének a dolgait. Az legyen, ami meghatároz engem. És azt mondja itt az igen, hogy ez, ez, egy harc, ez nemzedékről nemzedékre egy harc. Szóval, amikor valaki megtér, újjászületik, volt egy ilyen aranyos beszélgetésem, valakivel memerítkezett is, és mondta nekem, hogy most neki voltak harcai, küzdelmei, de azért ki tudott jönni, Bari, meddig fog ezt tartani? <laughs> Megkérdezem, hogy meddig tervezel élni? Micsoda! Hát ez nem úgy van, hogy ezek, ezek ilyen heteken belül, ezek így, ezeket letudja, és onnantól kezdve csak a végtelenbe is tovább. <laughs> Hát mondtam, hogy nyilván lesz ebben egy nagyon jó fejlődésed, győzelmek az Istennel győzelemről győzelemre, de amíg a szíved dobog, addig az ellenség támadni fog téged. Amíg, amíg életben vagy, addig az ördög próbálkozik, és amíg van egy tested, már pedig van testünk, addig a test próbálkozni fog, hogy ne azt tedd, amit az Isten akar. Ezért mit csinálunk a testtel? Meggyengítjük. Hogyan lehet meggyengíteni a testet? Amit táplálsz, az tudom, már a könyökötökön jön ki, amit táplálunk, az növekszik, erősödik, amit koplaltatok, éjszetek, az elgyengül, elhal. Ezért azt mondja Pál, hogy, hogy ne adjátok oda a testeteket, a gonoszság fegyverének, adjátok ezt oda az Istennek is, akkor előveszi a vetésoratás törvényét, előveszi azt, hogy mi az, ami be, belerakod az energiádat. Mi az, amire odafigyelsz, mi az, aminek időt, energiát adsz az életedben, a testnek vagy a szellemi dolgoknak. És ez egy olyan harc az amálekitákkal, ami, ami meghatározta itt a nemzedékeket újra és újra és újra és újra. És lehet, hogy ez az életedben észreveszed, hogy megvannak a harcaid is. Átmész az egyik győzelmen, és lehet, hogy jön egy következő harc. De nincs ezzel az égvilágon semmi baj. Az Isten nem arra hívott el, hogy harcokról harcokra, veszteségről veszteségre egyre több sebesüléssel menjél, hanem arra hívott el, hogy győztes legyél ezekben. Emlékeztek, győztes élet sorozat. Megadta az összes fegyverzetet. Öltözzétek fel az Isten teljes fegyverzetét, hogy megállhassatok a gonosz Mindent leküzdve győzelme, megállhassatok. Ott van a hitnek a pajzsa, hogy kiolcsátok az ellenség minden tüzes nyilát. Minden tüzes nyilát. Szóval ott van minden nekünk, hogy a harcokban győztesek legyünk. Csak vannak harcok. Ezt látnod kell. És egy érdekes dolog, mikor azt mondja Pál, hogy öldököljétek meg magatokban. Ez egy nagyon-nagyon különleges görög kifejezés, amit, amit gyönyörű, varázslatosan szép magyar nyelvünk vissza tud adni. Mert nem azt mondja Pál, hogy öljétek meg, hanem azt mondja, hogy öldököljétek meg. Na ezt magyarázza néhány másik indoeurópai nyelven, hogy ez mit jelent. Mi értjük, hogy ez nem azt jelenti, hogy ez nem egy egyszeri megölés, de hogy lehet valaki többször megölni, nem? Hogy lehet öldökölni valakit? Hát megöltem öldököljétek meg ezeket, amik erre a földre irányulnak. Szóval ez egy újra és újra odaszánás. Azt mondja Róma 12-ben, hogy ez egy élő áldozat. Amikor egy áldozat halott, akkor annak van egy nagy előnye, hogy halott is nem mozog. Ha van egy halott bárány, oda rakod az áldozati helyre, és hol lesz holnap? Ott. Mi a baj egy élő áldozattal? Azt, hogy szeretne lemászni az oltáról, nem? rájön, hogy azt mondja, hogy ez nem egy jó hely nekem, én itt nem szeretnék sokat időzni, itt fennáll a veszélye a halálnak. És a tested ilyen, egy élő áldozat, nem akar ott maradni. És ezért újra, meg újra, meg újra eldöntöm azt minden reggel, hogy nem a testem fog irányítani. Nem adom oda magam az óemberi természetnek. Nem, én annak meghaltam. Én feltámadtam, és azt tartom, hogy meghaltam a bűnnek, hogy az igazságnak éljek. Ez egy harc, ez harc, ez egy győzelemről győzelemre. És hogy ezt megérted, akkor megértesz nagyon sok mindent ebből a példázatból. Hogy vannak belső konfliktusok, vannak külső konfliktusok az életünkben, harcok, de Isten mindent megad nekünk ahhoz, hogy ezekben győzelmeket éljünk át. Mert hogy azt látod, hogy mind a kettő úgy zárult, hogy az Isten megadta rá a megoldást. Míg arra a belső konfliktusra is, ami elkerülhető lett volna, megadta Isten a megoldást. Megnyitotta, ha kell, egy sziklát megnyit, hogy víz jön belőle. És ez megint csak egy ilyen érdekes dolog, nem? Hogy ott, hogy a, 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 sivatagban, a pusztában honnan jöhetne most itt víz? Hát itt mindenhol csak szikla van. Szikla? Akkor jön, jön onnan. És jön a sziklából a víz. Szóval, amikor megérted azt, hogy Istennek ez nem akadály. Nem akadály, amiben vagy, nem akadály a körülmény, amiben vagy. És amikor túl vagy egy belső konfliktuson, akkor látod azt, hogy néha jönnek a külsők, a kül, kívülről jövő támadások, de, de megértheted azt, hogy nem kell, hogy ez a természet győzön benned mert Isten megszabadított téged ettől. De azon hadd fejezem be, amikor arról beszél a pálapostól a Galata gyülekezeteknek, hogy mi az a szabadság, amire Krisztus már megszabadított minket. Elmondja nekik, hogy ez megtörtént, a keresztény Jézus elvégezte. Majd azt mondja nekik, hogy ezért álljatok meg szilárdan, és ne engedjétek magatokat vissza a szolgaság igájába. Értelmezzük ezt a mondatot? Ez azt jelenti, hogy meg vagy szabadítva Krisztusban, de mi is történhet veled? Hogy ennek ellenére te visszaméz a szolgaság igájába. Itt most az ő esetükben az azt jelentette volna, hogy vissza a törvényhez, körülmetélkedéshez, mindenféle szertartáshoz, zsidósághoz. Azt mondja Pál, hogy ne engedjétek oda magatokat vissza. Mi a kulcs? Azt mondja, álljatok meg szilárdan ebben a szabadságban. Szóval Jézus elvégezte, és ezt csak azért jó látni magunk előtt tisztán, hogy a győzelem az nem én is, nem rajtad keresztül történik. Hol történt a győzelem? A kereszten. A kereszt a győzelmünk helye. A kereszt az a hely, ahol a bot lesújtott és a sziklából víz fakadt. Ez a kereszt. Az én dolgom nem az, hogy megváltsam a világot, nem az, hogy legyőzzem az ördögöt. Nem, dehogy is. Azt Jézus megtette. Az én dolgom az, hogy az ő szabadságát, amit megadott nekünk, azt megtartsuk az életünkben is. Elhiggyem ezt. És, és, megálljak ezekben a szabadságokban. És ne engedjem magam vissza, meg újra, meg újra, meg újra a szolgaság igájába. Szóval lesz harc az életedben, de a jó hír az, hogy jó oldalon vagy, a győztes oldalán vagy. És amikor ezt megérted, akkor ez egészen felvillanyozza a csatáidat, nem? Képzeld, mennyire más lett volna ez a történet, ha úgy kezdődik, hogy amikor már nem volt mit inni, akkor a nép egymás között azon sutyorog, hogy tippelgetik, hogy vajon most az Isten mit fog csinálni. Mert végre megtanulták, hogy az Isten mindig csinál valamit, nem? Megtudták, hogy az Isten hűséges, jó, gondviselő. Megértették a leckét. És azon tanakodnak, hogy vajon hogyan fogja ezt most megoldani. Annyira kíváncsiak vagyunk. Ehelyett nem ez volt, hanem a zúgolódás, perlekedés, viszálykodás. De olyan jó lenne, hogy a mi könyveinkben, a mi történeteinkben azt olvasnád, hogy amikor jön a következő nehéz helyzet, akkor azt mondod, Uram, köszönöm neked, hogy nem tudom, el se tudom képzelni, hogy mit fogsz ebből csinálni. A héten is volt pár nagyon nehéz beszélgetés itt a gyülekezedő pár emberrel, akik nagyon nehéz helyzetben vannak most. És mondtam az egyiküknek, hogy drágám, te most olyan erővel dolgozol egy bizonyságtételen, ez valami hatalmas bizonyságtétel lesz nem sokára. Most azt látjuk, hogy nagyon-nagyon mélyen, nagyon nagy nehézségekbe vagy benne. Nem tudjuk még, hogy mi lesz, de az Isten valami megdicsőíti magát ebben. Most a legnehezebb részén dolgozol, még nem látjuk a megoldást, de tudom azt, ismerve az Istent, hogy valamit fog csinálni. Szóval erre bátorítalak ma, hogy ismerve ezeket az igéket, um, vedd észre azt, amikor elkerülhetsz egy belső konfliktust, amikor nem kell, hogy a sziklából jöjjön a víz, és nem kell, hogy lesújtson a bot, hanem bíz az Isten hűségében. De ugye jön egy külső támadás, hogyha jön egy harc, akkor ne spórold meg az időt felmenni a hegyre, és felemelni a kezedet, és imádkozni. Amikor pedig le kell menni a völgybe, és arra van szükség, hogy Józsué üzemmódban menj, akkor meg menj el, és tedd azt, amit ott kell tenned. Szóval mind a kettőnek óriási szerepe van. És talán itt tanulja meg Józsué először azt, hogy mit jelent jó vezetőnek lenni. Egy fantasztikus vezetője lesz majd a népnek Mózes után. De biztos vagyok benne, hogy ezek az élmények, ezek meghatározói az életének hogy azt látja, hogy megy, teszi a dolgát, de valami ott fent eldőlt, ami meghatároz mindent, amit lent történik. Úgyhogy, ha kilátástalan a helyzetbe vagy, menj fel, imádkozz. Ha fárad a kezed, emeld fel. Ha nem bírod, kérj segítőket, eméljék fel együtt. Szóval nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. Hát itt állunk most meg, az időnk pont lassan lejár, és sok minden volt ebben, ebben a történetben, Uh, annyi mindent lehetett volna még talán kiengedni, vagy kiemelni, de, de talán itt most megállunk, és, uh, és innen fogjuk folytatni egy nagyon-nagyon különleges fejezettel. Egy, uh, egy, olyan jó tanács fogja Mózes tér, ami megmenti az ő életét, a nép életét, a vezetést, a struktúráját, egy elképesztő fejezet jön majd Jetró látogatásában. Egy nagyon más műfaj, mint ami mondjuk ez a mai fejezet volt, de legalább ennyi ennyi titkot, tanulságot fog ez hordozni. De mielőtt tovább mennénk, és mielőtt ezt a mait bezárnánk, gyertek, és köszönjük meg az Úrnak a mait. Isten, én nagyon-nagyon hálás vagyok azért, hogy, hogy te egy kőszikla vagy, ami nem mozog. Köszönöm azt, hogy életünket rád építhetjük, és egy, egy szilárd, megmozítatatlan, csodálatos alapot, fundamentumot adsz nekünk. Én köszönöm azt, hogy ha kell, akkor a sziklából jön a víz. És köszönöm, hogy te gondot is elszúrunk. És nem kell azt kétségbe vonjuk, hogy vajon közöttünk vagy-e, vagy sem. Köszönöm a te jelenlétedet, és köszönöm azt, hogy amikor háborúba vagyunk, amikor harc dúl a testtel, az óemberrel, akkor nem kell, hogy győzzön. Nem kell, hogy erőre jusson, és letiporjon minket, és ő diktálja a tempót, hanem halába adhatjuk ezt a természetet, és megöldökölhetjük, oda vihetjük a keresztre. Mert hát köszönöm, Atyám, hogy egy új természet részesei lettünk. Köszönöm azt, hogy hogy azt tarthatjuk mi is magunkról, hogy meghaltunk a bűnnek, de élünk a Krisztusnak. Ádunk téged ezért, Uram, és akarjuk azt, hogy ez legyen bennünk hogy odaadjuk az életünket neked, hogy az ki, kemére, te elhívsz minket is. Szeretnénk, Uram, engedelmességben járni. És Uram, ugye ma mutattál meg ma valamit, bármit, legyen az bármilyen apró vagy nagy dolog, szeretnénk, Uram, a száz százalékban megcsinálni. Nem egy részét, nem a felét, nem a háromnegyedét, amit kérsz, Uram, az életünkben. Azt szeretnénk megtenni, hittel, engedelmességben. És köszönöm, hogy amikor engedelmeskedünk, akkor akkor igazán megtapasztalhatjuk azt, hogy te vagy Uram az, aki, amit elkezdesz, azt mindig be is fejezed. És köszönöm ezért, hogy a győzelmünk az benned van a te győzelmedben. Amen. Hát itt állunk akkor ma meg, és ha Isten éltet minket, egy hét múlva meglátogat minket Jetró, hát vagyis pontosabban mózes fogja meglátogatni, de olyan tanácsokat fog átadni, amik mondhatni, hogy mai napig lekörözik a legnagyobb életmód tanácsadókat, vezetés elméletoktatókat, mindaz, amit itt az Isten kijelent Mózesnek, az egy nagyon-nagyon értékes tanács lesz, amiből saját életünkre nézve is meríthetünk, és gondoltátok volna-e 66, sőt annál több héttel ezelőtt, hogy mennyire jó időzítéssel fog Jetró tanácsa megérkezni hozzánk csütörtökön? Amikor pont a vezetőség témáját járjuk körbe gyülekezetben, ez az Isten időzítés, nem? Úgyhogy ha jó előre mész és kiszámolod, hogy hány év múlva hova érkezünk a Bibliába, akkor jó esélyen lehet, hogy láthatod majd, hogy mikor, mi lesz éppen aktuális nekünk, mert Isten igen mindig annyira aktuális, annyira fantasztikus, felfrissít minket. Szóval egy hét múlva ezt célozzuk meg, addig is Isten áldása legyen mindenkin. Akik online voltatok velünk, tőletek most fájó szívvel elbúcsúzunk, Isten áldjon titeket, bárhonnan is voltatok most itt velünk együtt. Akik pedig itt vagytok, ne siessetek, nyugodtan beszélgessetek, ne viszálykodjatok, és ne perlekedjetek, és ne harcoljatok a málékkal, de minden mást igen. Szóval osszátok meg bizonyságaitokat, bátorítsátok egymást, a kell, emeljétek fel egymás kezét az imára, használjuk, jó lesz az időt, is tanáljon mindenkit. Szia! Örülünk, hogy itt voltál online alkalmunkon. Bízunk benne, és hiszük, hogy Isten hozzád is szólt. Ő már azelőtt tudta, hogy szólni akar hozzád, hogy ma felkeltél volna. Neki csodálatos terve van az életeddel. Ha éppen problémáid vannak, vagy nehézségekben vagy, ugyanakkor lehet, hogy épp az ellenkezőjét éled meg, és Isten csodálatos dolgokat tesz az életedben, szeretnénk róla hallani, akár a nehézségekről, akár az örömeidről, vele együtt örülni, vagy éppen imádkozni érted. Ír nekünk erre az e-mail címre, amit itt látsz a képernyőn, és vissza fogunk neked jelezni. Ha itt laksz a közelben, a Pécel vonzás körzetében, vagy elérhető távolságban lakunk, vagyunk hozzád, akkor gyere el hozzánk, mert nagyon szívesen megismernénk téged. Hogyha távolabb élsz, és nem tudsz eljönni hozzánk, akkor pedig szívesen segítünk neked találni egy olyan gyülekezetet, ahol tudsz olyan emberekkel beszélgetni, akik szintén Isten családjához tartoznak. Engedd meg, hogy segíthessünk neked!